A napok óta tartó kánikulában, aki teheti, a strandon keres menedéket, vannak azonban olyanok is, akik nem hűsöléssel, hanem sportolással töltik az időt. Idén már 12. alkalommal rendezik meg a Sóstói Strandfoszi Fesztivált, amelynek mezőnye alig több mint egy hét alatt állt össze. Budapest mellett 4 vármegyéből érkeznek csapatok, akik között több visszatérő együttes és korábbi győztes is megtalálható. A Bohemiást kell kinevezni olyan csapatnak, amelyik már az első perctől kezdve, annak idején ők hozták ide ezt az igazi játékot, hiszen az országot bejárták és nagyon sok erekét szereztek, de hát most már nagyon sok fiatal csapat van, hiszen az első torna az 6 csapattal indult, akkor még nem nagyon ismerték a mi játékosaink, csapataink ezt a játékot, most viszont már fantasztikusan bejárják az egész országot is, különböző tornákra. De mi már januárban közöljük a csapatokkal, hogy mikor lesz a mi tornánk, ezért ezt beillesztik a programjaikba. A férfiak mezőnye nemzetközi lesz, mivel a határon túlról is nevezett egy csapat. Most már 3. éve Szlovákiából érkezik a más Szori névű FC nevű csapat, és ők is most már folyamatosan visszajárnak, ők is az elején rögtön lekötötték a nevezésüket, tehát a helyet, hogy ők szeretnének újból itt lenni, jól érzik magukat, ők is egy hetet töltenek itt Nyíregyházán, és így van ez a Váci Romeo csapat, és amelyek 20 fővel már itt tartózkodnak Nyíregyházán, és visszatérő vendégek, hiszen ők is az első rendezvénytől kezdve folyamatosan mindig itt vannak. A torna, különösen a kieséses szakaszban, mindig sok nézőt vonz, a rendezvény pedig már beépült a strand nyári programjai közé. Egyrészt magának a sporteseménynek is van jelentősége, hiszen azért a strandolás az mindig összefügg valamilyen sportokkal. Itt elsősorban sokan a vízisportokra gondolnak, hiszen itt is úszótáborok, úszóedzések zajlanak, egyébként sportközvetítések is vannak a medencéből, főleg most a nagy sportrendezvények nyarát éljük ebben az évben, de hát ide tartoznak ugye a strandsportok is, kifejezetten ugye a strandfoci. Ez az egyik jelentősége, a másik jelentősége az turisztikai, hiszen 36 csapat érkezik majd erre a strandfoci fesztiválra, a résztvevőkkel érkeznek szurkolók, érkeznek családtagok, akik remélhetőleg egy kellemes hosszú hétvégét töltenek majd itt, és hát ezzel nekünk emelik majd a vendégszámunkat, emelik a Sóstói Gyógyfürdőnek a bevételét, és reméljük, hogy jól fogják itt érezni magukat. A Strandfoszi Fesztivál csütörtök délelőtt a 4 női csapat tornájával kezdődik. Délután a férfiak is a forró homokra lépnek. A döntőt vasárnap délután 5 órától láthatják az érdeklődők. A szervezők készülnek az extrém melegre is, a pálya folyamatos locsolásával és megfelelő mennyiségű folyadék biztosításával igyekeznek segíteni a játékosokat.